Jó estét kívánok, köszöntöm kedves nézőinket az Enigmában, és ahogy megszokhatták már, üdvözlöm a stúdióban Dr. Dábik János Közíró urat. Szervz, Köszönöm János. a meghívást. Akiről, illetve akivel a populizmusról, pontosabban a populizmus világméretű térnyeréséről fogunk beszélgetni. Egy szellemes definíció szerint a populizmust olyan nehéz meghatározni, mint hogyha pudingot akarnánk a falra szögezni. A populizmus ugyanis egyszerre ideológia, hatalomgyakorlási technika és retorika. A populizmus többnyire a demagógiával, a népszerűség hajhászással szokás összekötni, illetve olyan politikai gyakorlattal, amely minden vágyott dolgot megígér a népnek, hogy aztán semmit se tartson be belőle. Hogyha populista politikusokra gondolunk, akkor a köztudatban elsősorban Donald Trump, Vladimir Putin, Recep Tayyip Erdogan vagy Orbán Viktor neve merül föl. De mi is az a populizmus valójában? Próbáljuk meg definiálni, próbáljuk meg meghatározni ezt a nehezen definiálható fogalmat, és hogyha úgy gondolod, hogy induljunk el mondjuk az ideológia felől, és haladjunk a hatalomgyakorlási technika felé, akkor ezt is megtehetjük, de természetesen indulhatunk a retorikai nézőpontból is, vagy indulhatunk a hagyományos politikai irányvonalakhoz képesti meghatározásáról. Tehát mondjuk populizmus. Versus elitellenesség. Mert általában összekapcsolják a populizmust az elitellenességgel. Nem biztos, hogy ez minden esetben így van, hiszen vannak olyan demokratikusnak tekintett politikai pártok is, akik maguk is részei az elitnek. Sőt, tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy a populista politikusok is, amint megnyerik a hatalmat, a hatalomgyakorlásuk révén már az elit részévé válnak, miközben igyekeznek úgy csinálni, mintha ők szélesebb néprétegeket képviselnének az elit ellen. De hát eleve a hatalom hatalomgyakorlója hogyan lehet elitellenes? De rengeteg kérdést fölvet. Valóban a, a populizmus megközelítésének az egyik módja lehet, hogy mihez viszonyítom. Mert más definícióhoz, meghatározáshoz jutok, ha a populizmust a. a, a Plutokráciához, ami a, a pénzhatalmi világelitnek a neve, vagyis az államok feletti pénzuralmi oligarchiát Plutokráciának is szokás nevezni. Egyébként itt a táskámba is van egy könyv, ami, ami egy egész, egy nagyon komoly kötet, amit egyébként én a, az Amerikai Kongresszus épülete mellett lévő könyvesbordon vettem, és az a címe, hogy Populism, versus plutocracy, tehát az egyetemes küzdelem, populizmus, és ez végigveszi az összes amerikai irányzatot, mert bizonyos értelemben a populizmus, mint olyan, az Amerikában született meg a 19. század végén. Ezt most el is teszem. Tehát Attól függően, hogy mihez viszonyítom a populizmust, más definíciózjatok. Hogyha a populizmust a nacionalizmussal vetem össze, más. Ha a populizmust a liberalizmushoz, megint más. Ha a populizmust a demokráciával vetem össze, akkor megint más. Ha a populizmust, így van, hogy már említetted, a liberalizmussal, vagy a neoliberalizmussal, vagy a neokonzervativizmussal vetem össze, akkor megint más definíciózjutok, és... És valóban a populizmus még lehet viszonyítani a globalizmushoz, a kozmopolitizmushoz, a transznacionalizmushoz, és így tovább. Most már tényleg nem sorolok tovább. Tehát attól függően, hogy, hogy mihez viszonyítom, más-más vonatkozását emelem ki a populizmusnak. És ez még nem elég. Ez már mutatja, hogy itt egy, egy milyen bonyolult jelenséggel állunk szemben. De ez még azt is hozzá kell tenni, ami, amit, amiről nem szabad megfeledkezni, hogy ez a legtermészetesebb dolog, hogy bizonyos fogalmakról mindig két vélemény lesz, méghozzá két helyes vélemény, és mind a kettő helyes. Egymást nem tudják megsemmisíteni, hanem egymást komplementer módon kiegészítik. Ez hogy egészen egyszerű legyek. Szóval vannak bizonyos fogalmak, amelyek más fogalmak nélkül nem felfoghatok. Én nem tudom felfogni, hogy mi a világosság, amíg nem találkozok a sötétséggel, fordítva is, amíg nem találkozok a, a sötétség alatt, én nem tudom, mi a világosság. És ezt így most nem folytatom. Tehát bizonyos fogalmaknak akkor van értelme, ha van ellentétjük. Ha nincs ellentétjük, a, a fogalom értelme megszűnik. Na most ez nagyon áll a populizmusra, mert a populizmus ugyanis egy olyan fogalom, amely, amely, amelyről két igazság érvényes. Mert ugyan miért? Mert a problémák megoldásuk szempontjából kettős természetűek. Vagy konvergensek, vagy divergensek. Na most ez egy abszolút divergens fogalom, a populizmus. Majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért. Na, mi, mi, mi a konverges? Hát az a konverges, hogy általában a természettudományra alapozott problémák, hát a legkonvergesebbek a, 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 a mértan, a számtan, a matematika, a csillagászat, stb. Már a csillagászatnál egy kicsit bonyolultabb ez, de ami természettudományot elvileg az van, hogy ha sokat-sokat kutatunk, akkor mindig a megoldások csökkennek, és végül kijutunk egy maradandó megoldva. Vagy mondjuk, ha azt a példát tesszük föl, hogy, hogy, hogy mi, mi az a jármű, amit ember hajt, és kétkerekű, és, és mi ennek a megoldása? Hogyha megyünk-megyünk, hogy végig is ment az emberiség, kikötöttünk a, a biciklinél. Nincs jobb. Jó, hogy a biciklinek vannak ilyen-olyan változatai, de a probléma megvan oldva. Nem így van a, a divergens problémáknál. Mert a divergens problémáknál egyszerre két igaz állítás érvényes. Miért? Mert a divergens problémákban benne van az ember. Tehát benne van az ember egyedül, az élet benne van, benne van az ember, mint közösség, társadalom, tehát minden, ami embertudomány és társadalomtudomány, az, az az, a probléma divergens. Miért van ez így szükségszerűen? Azért, mert, mert már az emberi életnél is, amikor az életről beszélünk, az mindig egyszerre élet és halál. Mert az emberi halál, az ember halála akkor kezdődik, amikor csecsemőként megszületik. Csak akkor ennek a, ha, ennek nincs szinte jelentősége, mert a, 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 egyre inkább az életerői dominálnak, és egészen addig dominál, míg ki nem fejlődik, utána egyensúlyban van, és azután a, a, a halál erői kerülnek fölénybe, és véget ér. Na most minden, ezt csak mondtam egy példát rá, mert, mert minden egyéb, például, például a szabadság, Ugye, az is, az is egy ilyen erősen eh, 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 divergens probléma. Mert, mert lehet azt mondani, hogy a szabadság az egy jó dolog. Hát merje valaki azt mondani, hogy nem jó dolog. Na de igen, de a még több szabadság, vagy a még annál is több szabadság, az már egyáltalán nem jó dolog, mert az anarchia és káosz és bomlás. Vagyis valahol. É, 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 valahol annak van igaza, aki azt mondja, hogy álljon a szabadsággal szemben, ott van a rend, a fegyelem. És ha a rend és a fegyelem jó dolog, még több rend és fegyelem még jobb dolog? Nem, rosszabb. Mert ugyanis, ha végsőkig foga, ö, 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 fokozom a, a rendet meg a fegyelmet, akkor eljutok a, a kaszárnya fegyelemig és a temető rendjéig. Ez a végpont is tulajdonképpen egyszerre két megállapítás igaz. Az, hogy a szabadság is, és a rend is, és a kettő együtt, ugye, hogy a fény és az árnyék, a fény és a sötétség. Így. Na most, hogyha a populizmus párját, vagy fogalmi ellenpárját kell -e lenne megtalálnunk, akkor az első, ami eszünkbe jut, az az elitizmus, tehát populizmus kontra elitizmus, hiszen a populista pártok, a populista ideológiák, ha egyáltalán van ilyen ideológia, majd talán kiderül a beszélgetésből. Én egyébként erősen kétlem, hogy a populizmusnak lenne ideológiája, de tegyük fel, meg, ö, ö, feltéve, de meg nem engedve. Tehát a populista pártok, populista politikák, populista ideológiák ellentéte saját retorikájuk szerint az elit, az elithatalom, az elitkultúra, az elitizmus, a választott vagy kiválasztott vagy önmaguk által kiválasztott keveseknek az érdekképviselete. Ez az egyik, amivel természetszerűleg látszólagosan szemben áll a populizmus. A másik pedig, én azt gondolom, hogy a liberális demokrácia, de természetesen ezen is lehet vitatkozni. Csizmadia Ervin politológus egyébként kimutatja egy tanulmányában, hogy a 21. század fő problémája, egyik fő problémája éppen az, hogy a liberális demokráciák két fő összetevője, a liberalizmus és a demokrácia is összefeszül egymással, elválik egymástól, és egymással szembe kerül, és külön válik a démosz, azaz a népnek az érdeke, és ezzel szemben áll az elitek érdekét képviselő liberalizmus. Ez egy vitatható kérdésfeltevés, de nagyon érdekes gondolat, mert ő azt állítja, hogy eredetileg a liberálisok még a 19. században a liberalizmus nem volt demokratikus. Nem a nép, nem a széles nép érdekeit szolgálta, hanem igenis az elit hatalmi köröket próbálta meghódítani magának, az uralkodói köröket. Majd amikor ez nem sikerült, vagy csak részben sikerült, gondoljunk a felvilágosult abszolutizmusra, egy-két olyan uralkodóra, mint második József például, vagy Katalin Cárnő Oroszországban, ugye csak nagyon korlátozottan, akkor fordult a liberalizmus a szélesebb néptömegek képviselete felé, és akkor fordult össze a két fogalom liberális demokráciává, ami egyébként valójában nem tartozik olyan szorosan és elválaszthatatlanul össze egymással. Tehát a másik fogalmi ellentét pár, vagy ellentét, ami számomra természetesen adódik a populizmussal szemben, az a liberális demokrácia. Tehát innen is elindulhatunk a definíció felé, ha egyáltalán megpróbáljuk ezt a, ezt a lehetetlennek tűnő feladatot, ezt a sziszifúci munkát elvégezni, hogy ha meg kell határozni a populizmust valahogyan, akkor elit próbálnám én meghatározni, illetve a népszerűség hajászásnak azzal a módjával, amelyik a liberális demokrácia, két fő összetevét megpróbálja egymással szembefordítani. De ez csak egy munkahipotézis. Ez, ez, egy nagyon jó kiindulási pont, mert ma ez a, ez, a, egyébként a fő közéleti vitatárgy, amin egyébként társadalomtudósok, de a főáramlatú sajtónak a munkásai is, ugye, és és, 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 professzorok, tudósok pontosan ezt az irányt veszik, mert úgy látják, tehát még, még olyan újságok is úgy újság, hát a, a a, az egyik legtekintélyesebb amerikai folyóirat a Farin Efers, amely a, a Council on Farin nek most már 1924 óta a, a, az évente ötször-hatszor megjelenő könyvnyi vastagságú folyóirata, egy nagyon tekintélyes folyóiratról van szó. Szóval az is pontosan ezt a kérdést vetette föl, hogy hogyan alakult az elit és és hogy úgy mondjam a populus a nép, a démosznak a viszonya, és miért romlott meg, miért, miért, mit jelent az, hogy immáron jelentkezik nem egyes országokban, Európában, már 12 országban, de, 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 de hát ugye Amerikában, hát Amerikában is ki van kiáltva a Trump, szerintem tévesen, populista elnök tévesen van. Őt legfeljebb én olyan amerikai elnöknek tekintem, aki nem az államok feletti pénzuralmi oligarchia kiválasztottja volt, hanem, hanem a, a annak az amerikai középosztálynak a szavazatával kevült a Fehérházba, amely szeretne valamit visszaszerezni ettől az államok feletti szupergazdag és elképesztő hatalommal rendelkező pénzhatalmi világelittől, szeretne valami hatalmat visszaszerezni az, 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 az Egyesült Államok mint mint nemzetállam számára. És, és ilyen értelemben őt inkább lehet nemzeti politikusnak nevezni, mint populista politikusnak. Mert ugyanis Magyarországon még ez is össze van keverve, hogy nemzeti és populista az szinte össze van mosva, pedig a kettő nem ugyanaz. Mert ugyanis a, 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 a populista az, az vertikálisan különböztet meg. Fölül az elit, alul a víznek árja a nép. Ugye? Ahogy Petőfi mondta, hogy felül a gája, de na jó, szala, felül az elit, és alul a néptömegek. Ez így, így és így osztja meg ez a, ez a választó vonal a populizmusnál. A, a nacionalizmusnál nem ez a válaszvonal, hanem ott, ott, ott az horizontális. Mi vagyunk egy nemzetnek a tagja, és vannak azok, akik nem ennek a nemzetnek a tagjai. Mi vagyunk egy egy, 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 egy genetikai, egy etnikai, egy, egy, egy közös hagyományal, közös történelemmel, közös kultúrával, közös nyelvvel rendelkező nép, mint nemzet, mint közösség, és vannak azok, akiknek nem, akik nem ehhez a közösséghez tartoznak. Tehát ott, ott másképp választja el. Persze van egy sor olyan dolog, ahol a nacionalizmus és a, 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 a populizmus, a populizmus ta, találkozik. De menjünk vissza az elithez, amit te mondtál. Valóban, még a Farine Fersznek a cikke is, többet is itt elhoztam, itt ide ki, kikészítettem ő, őket. Most <coughs> csak annyit röviden említenék róla, hogy még a Farinefers is már úgy látja, hogy az, és elismeri, hogy van világ elit, tehát elismeri, hogy van egy, egy, egy most imáron egy, egy globalista, kozmopolita, tehát az egész világot átfogóan a hatalmával befolyásoló elit, elismeri a Farinefers. És azt mondja, hogy ez az elit, igen, 1989 után, amikor lényegében a hatalom egypolusú módon került a kezébe, mert addig volt ellensúlya, de sokáig nem volt neki. És ebben az egyensúlytalan időben túlterjeszkedett a hatalmán. Na most ez a túlterjeszkedés, legalább a Foreign Affairs szerint is, ez igen, ez meg, megnyilvánul abba, hogy hogy túlságosan egyoldalúan gazdagodott, tehát nagyon igazságtalanná vált a, a, volt a globálisan, világszinten az elosztási viszonyok, tehát nem is valóságban egy százalék lett ö, extra, ultra, hiper, szuper gazdag, hanem hanem az egy százaléknak az egy százaléka. Vagyis egy el, elég, elég szűk réteg lett ilyen szupergazdag, és ebből rengeteg olyan konfliktus adódott, amely végül is felerősödött, és az alul lévők, a hátrányos helyzetűek, a lemaradottak kezdték a közös érdekeiket valamilyen módon érvényesíteni. Na most ezért... A világ elitnek a, a tanulmányozása, vagyis hogy ez az államok feletti pénzuralmi oligarja, amely nem túl sok emberből áll, már többször említettem, ez, ez mint egy há, körülbelül 300 szupergazdag bankárcsalát, ez a világ elit államok felett áll, és ez az elit az, amelyik, Egyre inkább látja, hogy valamit tennie kell, hogyha nem akarja, hogy a, a, az, az ellenállás, vagyis az, a, az ellenreakció arra, hogy, hogy túl gazdagodta magát, túl hatalmassá vált, hogy az, tehát az, az, az ellenpólus, az megerősödjék vele szemben, és ezért keresi a módját, hát nem is véletlen, hogy, hogy például például az egyik, É, é, foreign affairs cikknek az a szíme, hogy, hogy, hogy mi a, a felelősség teljes nacionalizmus, mi az, amit ennek a pénzuralmi világelitnek a saját hatalma megőrzése érdekében a nacionalizmusból egyes államok vonatkozásában, Európa vonatkozásában, de globálisan is el kell fogadnia legitimnek, hogy igenis ez egy legitim dolog, ami a nacionalizmus ö, 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 politikai ö, ö, hát, irányzatában megjelent a világpolitikában. Most említetted Trumpot. Én azt gondolom, hogy túl rövid még ez az időszak, hogy egy végső mérleget lehessen vonni az ő kormányzásáról. Tele van ellentmondásokkal és nagyon furcsa, és újszerű jelenségekkel, amik, amit tényleg nagyon nehéz, nagyon nehéz hová tenni és nehéz a normális kategóriába sorolni. Ugyanakkor azt sem szeretném, hogy az elképesztő hangulatkeltés, ami zajlik ellene, annak az áldozatává váljunk, hiszen az is uh, uh, eltorzítja az objektív uh, látásmódot, hogyha ha felülünk minden egyes cikknek, vagy, vagy vagy interjúnak, vagy, vagy minden egyes pszichológusnak, aki megjelenik, uh, szép mosolyra az arcán, a Facebookon, és elmondja, hogy milyen uh, uh, pszichiátriai, uh, klinikai uh, traumák jellemzőek a, a, a Trumpnak a viselkedésére. Ugyanakkor, Két, két problémám van az ő populizmusával. Az egyik az, hogy ő is szupergazdag. Tehát ugye ennyit azért tudunk róla, hogy, hogy, hogy azért ő egy óriási nagyvállalkozó, nem most, nem tegnap, ota, hanem évtizedek óta folyamatosan növelje a vagyonát. Ennél fogva inkább a plutokráciához tartozik az én szememben, és ennél fogva eleve helyzeténél, társadalmi helyzeténél, anyagi helyzeténél, családi helyzeténél, ö, szociográfiai meghatározottságánál fogva sem képes széles néptömegeknek a, az Érdekeit képviselni, föl sem tudja azokat fogni, tehát, hogy meg sem képes ezeket érteni, bármennyire is ezt állította ő, vagy ezt próbálta képviselni a, a kampányban, illetve azóta is. De tegyük fel, hogy oké, okay, rendben van, tehát ő a, az amerikai középosztályt próbálja meg újra fölépíteni romjaiból. A másik jelenség, ami, ami szintén rendkívül zavarba ejt, és nem nagyon találkoztunk még, sőt, talán egyáltalán nem amerikai elnököknél ilyennel, amikor, amikor olyan váratlan húzásokat csinál, amivel a saját stábját, a saját pártját, a saját választóit hozza leginkább zavarba, mint ez talán szándékos lenne, vagy, vagy ha nem, akkor az még veszélyesebb, vagy kényelmetlenebb dolog. Mert például ugye a legutóbbi bejelentése Jeruzsálem státuszáról senkivel nem egyeztetett, teljesen egyoldalúan jelentette be, totálisan váratlanul érte még a saját stábját is. Vagy amikor a Kim Jong-ilre azt mondja, Kim az, Jong-unra, Jong bocsánat, az az édesapja volt, a, 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 az aktuális, akkor mondjuk így, hogy a, 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 Kim, a Kim családból az aktuális észak-koreai diktátor fenyegetésére azt mondja, hogy de nekem nagyobb, nagyobb a gombom, mint, mint Kimnek. Tehát, hogy ez, ez nem is populizmus, ezt inkább az idiotizmusnak a kategóriájába kellene sorolni. Tehát ez, 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 nem, ez nem helyezhető el semmilyen politikai ö, ö, retorikában. Tehát nekem, nekem erős problémáim vannak a, a Trump populizmusával, ugyanakkor nagyon sok minden ráillik, a, 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 az ő viselkedésére és retorikájára, amit általában populistának szoktunk gondolni? Én úgy gondolom, hogy ő nem annyira populista, és a szavazói, akik bevitték a Fehérházba, azok se annyira populisták, mint inkább nemzetállami amerikaiak. Olyanok, akik, akik megsokkalták, hogy ezek az államok feletti pénzuralmi körök túlságosan sok hatáskört, vettek magukhoz, és próbálnak, próbálnak abból valamit visszaszerezni. Na de, miután, miután tényleg az igazi probléma az, hogy a, a populizmus áll szemben az elitizmussal, és, és, az, elit, és az elitnek a, 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 a létszáma az országonként különböző, meg egyáltalán ki az elit, mert nem csak az az elit, az a, az a államok feletti e, szupergazdag, e, a, tehát a világ lakossága egy ának az egy amely, százaléka, amelyik, e, rendelkezik a, a világ e, e, összvagyonának több mint a felével, az egy százalék egy a világ egész vagyonának több mint a felével, tehát elképesztően igazságtalanok. Csak gondoljuk meg, hogy ez Mekkora hatalmat jelent. Na most azok, akik liberálisok, akik, akiknek megszakad a szíve az emberi jogokért, főleg a, a, az ide e, e, tulajdonképpen e, ter, megtervezett módon, mert már száz éve elkészültek a tervek, idehozott e, e, migránsok millióinak a sorsáért megszakad a szívük. És, 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 és nem tudják eléggé, mert ugye ők liberálisok ők a, ők a, a, ők a, a szuper eh, univerzális humanizmus. Na nem a családodat kell, nem önmagadat, nem a nemzetedet kell szeretni, hanem a, 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 az univerzális emberiséget azt kell szeretni, ugye? nem is gondolják végig liberálisaink, hogy mennyire ostoba, idióta dolgot erőszakolnak ránt, amikor állandóan erről beszélnek, hogy, hogy nincs szolidaritás, hogy, 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 hol vannak a keresztényi elvek, és így tovább. Mert itt az a probléma ezzel az elittel, az a probléma, hogy ő neki rejtőzködnie kell, mert ha nyilvánvalóvá válik, hogy mekkora vagyonnal és a vagyon hatalom, és mekkora hagyal, hatalommal rendelkezik, akkor tulajdonképpen megvannak a napjai számlálva. És azok, amit populizmusnak neveznek, az pontosan mutatja, hogy ennek a teljesen kiegyensúlyozatlan túlhatalomnak, hogy ez mennyire elvezet ahhoz, hogy ez a pénzhatalmi elit a, nem tud ellenállni a visszaéléseinek, nem tud ellenállni, hogy például egy normális pénzrendszer csináljon, és ezzel a saját sírjátása meg. Na most azok, akik pedig védelmezik a, e ezeket a, ö ö a, a, a tehát univerzális szuperhumanizmust, Ugye és, és ezen a címen akarják ezt a maradék Magyarországot is elárasztani idegen kultúrájú emberek százezreivel, mikor már mi megtapasztaltuk 1541 után, hogy mit jelent, ha az országba beözönlik egy iszlám tömeg, és, és, és akkor vérzett ki a magyarság, és, és ugye belettek terepítve mindenféle népekkel, és ezek pedig rablóként elvitték az országot. Most ezt a maradékot is vigyék el, ezt akarja, mert a pénzhatalmi világ elit abból indul ki, hogy, hogy, neki, amíg demokrácia van, addig ő el tud rejtőzködni. Addig ő ilyen-olyan amajon, amolyan módon legalizálja az uralmát, amely a vagyonán alakul, vagyis, vagyis magánhatalom el van bújtatva a köszön. Neki addig megfelel a demokrácia, amíg, amíg a demokráciában, mert mi a demokrácia, amikor a számbeli többség választ felelősségteljes vezetőket elítet. irányítja az országot. Persze ez már egy kiszolgáló elit, mert az igazi elit az, amely még a, a vagyon Na most, de ez az óriási hatalom, ez rejtőzködni akar, mert így érzi magát biztonságban. Na most a demokrácia megfelel neki addig, amíg az emberek elhiszik azokat a propaganda frázisokat, meg mindenféle tudatmódosító eszméket, tudat sötétítő eszméket, hogy ott tulajdonképpen az ő akaratuk érvényesül, és, és, és népuralom, mert mi a demokrácia, népuralom, és a populizmus lefordítom, az is lényegében a, a, a nép alapvető szükségleteinek, érdekeinek, értékeinek lenne a, kö, a következetesebb képviselője. De mihelyt nem felel meg a számbeli többség az ő érdekeinek, Azonnal elkezdi támadni a demokráciát. Azonnal arról beszél, hogyha, hogy a, a, a demokrácia az egy rossz rendszer, mert biztosítja a többségnek a diktatúráját. Mert nem csak a, nem csak a kisebbségnek. Lehet diktatúrája, diktatúrája lehet a többségnek is. És ez a többségi diktatúra, ez mennyire igazságtalan, és ezt mindenféle dologgal, liberális dologgal ki kell egyen Egy, emberi jogoknak a a, a, az állandó hangoztatása, a, a, a szólásszabadság állandó hangoztatása, a, a, a bírói igazságszolgáltatási függetlenségnek a piedesztára. Szóval minden olyan dologgal el kell kezdeni a, 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 a demokratikus módon működő államot el kell kezdeni támadni. Vagyis nem felel meg az elitnek, már nem felel meg a, a, az, hogy a számbeli többségnek az akarata érvényesül, mert az ő pénzhatalmi alapon meglévő hatalmi többsége, hogy így fejezem ki, az, az nem akarja ezt a korlátozást elvizetni. Na most végeredményben, amikor harcol, na itt mondom, ami ezt ki akartam jutni, amikor harcol egymással a szervezett magánhatalom, a liberális elit, és harcol a démosz, a nép, vagy a, 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 a populus, latinul ugyanazt jelenti a nép, harcol azért, hogy azt a, a modern civilizációnak azt az eszközét, amit úgy hívnak, hogy állam, és amely egy erőszakszervezet de amelynek rendkívül sok Monopol hatásköre van. Tehát ő, ő, őnek van fegyveres erőszak monopóliuma, közigazgatási monopóliuma, külpolitikai diplomáciai monopóliuma, pénzmonopóliuma, adószedési monopóliuma, költségvetés, vagyis az államnak rendkívül sok eszköz. Na most a szervezet magáhatalom, az elit, az. Na, tehát most arról az elitről beszélek, a rejtőzködő pénzhatalmi elitről, amely azt mondja, hogy neki politikai, de harcol, hogy az ő befolyása érvényesüljön erre az állam előszakszervezetre. Ugyanakkor pedig az, a nép, aminek nincs más lehetősége, mert, mert, mert ki, van, a, ki van a kezéből véve a, 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 a magántulajdonnak a túlnyomó többsége, nincs. Tehát a nép, a vagyontalan alulról lévőknek a százmilliói, azok pedig, nincs más eszközük, csak az, hogy az államot ö, ö, szerezzék meg, és azt az ő embereik, akiket ő megválaszt, és le is tud váltani, vissza tud hívni, és felelősségre tud vonni, ezek az emberek kerüljenek olyan helyzetbe, hogy ők rendelkezzenek az állammal, mint előszakszervezés, az állam összes nagyon fontos jogosítványaival, na ezt az elit nem nyelire. És mi történt Európába? Ezt megint Európai Uniós, itt van nálam, ezt is elhoztam, de csak utalok rá, hogy itt egyszerűen az, hogy igen, elismerik. A legutóbbi jelentés, amit készítettek egyébként a, 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 a Blair, a brit miniszterelnöknől elnevezett agytrözt tudományos nek a, a, a legutóbbi jelentéséről beszélek, amelyben igenis, igenis benne van, hogy itt hát bizony problémák voltak, mert átsuszott a hatalom gyakorlása. Olyan intézmények felé, például az Európai Unióba, amelynek a vezetői, sőt, az úgy, hogy van, nincs nincs demokratikus kontroll alatt, nem megválasztott vezetők döntenek. Aztán azt is, azt is elismeri, hogy igen, nem vették t -t tudomásul azokat az, a, az alapvető, szükségleteket, érdekeket, értékeket, amelyeket csak egy nemzeti közösségben lehet ma már még képviselni, mert, mert Európában hol van az az európai nép, most kérdezem én: hol van az az európai nép, amely tudja érde, egyrészt artikulálni tudja a saját érdekeit, és tudja érvényesíteni. Hol? Hát semmilyen demokratikus intézmény ebben az Európában nem működik. És a liberálisok ezt erőltetik. Vagyis a liberálisok egyértelműen az államok feletti pénzuralmi oligarjának, a pénzhatalmi világelitnek az egyes országokban működő ünnik. Ez a baj a liberálisokkal. Ez a baj velük, hogy ők a szervezet magánhatalom, annak a gátlástalan vagyoni és, pénzi, és, pénzügyi vonalon túlhatalommal rendelkező hatalmi csoportnak a helyi képviselői, akik mindenféle szép szó mögött valójában az önző magánérdeket erőltetik a népekre. Igen, itt állandóan nehéz helyzetbe hozol, amikor így átfogóan a liberálisokról beszélsz, mert ugye itt ezt többször visszatértünk már erre, meg beszéltünk már erről, hogy különbséget kell tenni mindig a neoliberalizmus vagy szélsőséges liberalizmus és a klasszikus liberalizmus között. Én magam is klasszikus liberálisnak tartom magam, tehát a szabadság jogokra alapuló klasszikus demokrácia alapján állok és a legfontosabbnak ezt tartom, hogy a, 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 azt a, az a, az a, annak kell a, a, ér, a, érvényre jutnia hogy az alapvető szabadságjogokkal mindenki egyaránt és egyenlően tudjon rendelkezni egy államban. De visszatérve a, a populizmus kérdéskörére. Tehát egy nyugati politológus azt mondta, hogy Nyugat-Európában is vannak, és Nyugaton is vannak populista politikusok, és populista pártok, és szépszámú szavazó, szavazó bázisuk is van. A legfőbb különbség azonban a manapság elképesztően erőteret nyert, vagy előtérben nyomuló, vagy feljövőben lévő kelet-európai populizmusok és a nyugat-európai populizmus között az, hogy a nyugat-európai populisták úgymond már kinőtték, most őt idézem, már túlléptek olyan, problémákon, mint a nacionalizmus, a kisebbségellenesség, vagy a bevándorlás ellenesség. Ez nem jellemző a kelet-európai populizmusra. Tehát ez a legfőbb különbség szerinte a nyugat-európai és a kelet-európai populizmus között. Ez hozzá kellett volna tennie, hogy az államok feletti pénzuralmi oligarchiának az egyik leghatékonyabb, sok van, de most a leghatékonyabb hálózata az a szabadkönyvesség. a, az, az er, a nyugat-európai államokat kivétel nélkül a szabadkönvesek irányítják. Az egy más dolog, ez nem úgy, hogy, hogy mindenki szabadkönves, aki miniszter vagy, vagy miniszterelnök vagy, vagy, vagy akárki. Nem így, nem így. Hanem azok a, a, azok a, a kozmopolita, <sínt> univerzális humanizmus, ilyen, ilyen gőzös, megfoghatatlan, é, 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 hogy is mondjam, é, é, eszméket erőltető, ez valóban, valójában azért, arról, azért a szabadkönyvesség ez azért csinálja, meg azért, azért, tartja életben és működteti a pénzhatalmi világelit, a nemzetközi szabadkönyvességet. Mert ez neki az, amelyik minden döntési központba el tudja helyezni őket, és, és el tudja érni azt, hogy, hogy, valójában az ő hosszú távú világstratégiát érvényesítsék. Hát Európában is már tő ez a pénzhatalmi világ elit, hát földsoroltam korábbi adásokban könyveket, meg a dokumentumokat, ahol kidolgozták, hogy ezt az, ezt az Európát ezt el kell árasztani. Afrikaiakkal, közel-keletiekkel, és egy kevert fajú népe. Több mint száz évet a praktisen idealizmusban, Richard áll. és más, sok más könyv van róla, meg, meg dokumentum. Ezt hagyják most végre. Mert a pénzhatalmi világelitnek az az érdeke, hogy itt ne legyenek nemzetállamok, mert a nemzetállam az még lehetővé teszi, a népakaratnak azért egyedül a nemzetállam. Ezért is van az, hogy tulajdonképpen a populizmus nemzetállami keretekbe tud csak működni. Tehát nincs, még nem, nem fejlődött ki, hogy úgy mondjam, populista internacionálé. Ámbár ugye 12 országban vannak már erős populista pártok Európában, tulajdonképpen ha ezek a pártok nem határokon Túlmenően együttműködnek, tulajdonképpen tudnak egy ilyen nemzetközi össze, tehát együttműködést kialakítani, de de itt valójában nem erre lenne szó, mert nem ez lenne az igazi összeurópai populizmus, hanem az, amely az összeurópai érdeket, mondok egy ilyet, mert most már van ilyen, mert után ő a pénzhatalmi világ elit megszervezte, és erőltetik, hogy ide legyen ez a mesterséges idevándorlatot, inváziós tömegek, egész addig, amíg, amíg elérik azt, hogy polgárháboros helyzeteket lehet kialakítani, ami megerősíti az ő pozitív közösségét, dividend, imperost, meg és uralkodj, ez meg, hanem itt, itt arról van szó, hogy ezek Ezeknek az embereknek már kialakulóban van a közös érdeke, hogy az ősonos európai népeknek van egy olyan közössége, amelynek most már közösen kell olyan alapvető szükségleteit, érdekeit és értékeit megvédelmezni, mint az ő saját kultúrája, amelyet, hogyha kicserélik a gényeit, vagy felégítják a gényeit, vagy polgáráboros helyzetet idézelő a pénzhatalmi elit, hogy ő végleg vazalú státuszba tudja lenyomni Európát, és annak soha, tehát ezért mondom, akik tulajdonképpen a, 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 a liberálisok, a mai liberálisok, azok a pénzhatalmi világelitnek a világstratégiát hajtják végre, vagyis tulajdonképpen egy rendkívül kártékony, miközben emberi jogokról beszélnek, szolidaritásról beszélnek, csupa gyönyörű szépről, mint ahogy sajnos meg kell mondani, hogy, hogy a Vatikán is, amikor fölvállalta azt, hogy, hogy, csak, csak a, a nekünk keresztényeknek kell engedékenyek lenni az idejövőkkel, az idejövők pedig nem kötelesek, ami kialakult értékenyket elfoglalva, és nincs egyenlőség, én nekem kell a bejövőhez alkalmazkodni, és nem a bejövő, tehát a bejövő nem hajlandó elismerni, hogy az én Istenem ugyanannyit ér, mint az ő alakja vagy az, az, én keresztény eh, eh, tanít, eh, eh, erkölcsi rendem, az pontosan annyit ér, mint az ő, nem hajlandó. Az ő az más, más, az Istentől származik, az én Istenem az ugye, az, 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 az nem ér föl a lakhal. következésképp eh, az nem ér annyit. Tehát hogy lehet egy Vatikánnak egy ilyet támogatni? Hát csak úgy lehetne támogatni, hogy ide jöhetsz, de amit magadnak követelsz, azt, azt tiszteld abba, aki téged befogad. Ez, ez, nincs. Vagyis ha én, ha én tőlem azt követik, hogy én azt követelik, hogy én teljesen ö, toleráns legyek az, a, a, maximális intoleranciával is, és olyannal, ami, ami, tulajdonképpen felháborító, és azzal én teljesen toleráns legyek, mert ez az univerzális humanizmus, a, a szabadkönyvesek idióta vallása, hát akkor álljon meg a menet. Akkor, akkor, akkor nekem nincs jogom megvédeni saját magamat. És a liberálisok ezzel szövetkeznek le, azzal, azért, mert nincs senki, aki ezt a szemébe mondja, őket, hogy ha te liberális vagy, akkor a szervezet magánhatalomnak vagy tulajdonképpen a kiszolgálója, és, és a valódi közösségi érdeket, az, az emberek alapvető szükségleteit, érdekeit és értékeit tulajdonképpen negligálod, vagyis, 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 te valami olyas, mert most még reagálok, amit te mondtál. Én abszolút elismerem, hogy a, a klasszikus liberalizmus, sőt, még a 19. 19. századi magyar szabadelvűség, ezek tiszteletre méltó dolgok voltak, és én is hozzájuk tartom magam. Csak hogy a mostani liberalizmus, amikor többek között a demokratikus államot támadja, mert, mert, mert a demokratikus állam, az, az, e, 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 ha nincs az ő kezében, nincs a pénzhatalmi világelit és e, lokális e, hálózatok, ellenőrzése alatt, akkor a demokrácia nem teszik. Akkor már a, a többségi demokrácia, az, az, az valami nem jó. Azt már ki kell egyensúlyozni ilyen-olyan bíróságokkal. Miért imádják a bíróságokat? Na, mit gondolsz? Azért, mert a bíróságok létszáma viszonylag kicsi, és a bíróságok közé elég a kulcsa ide beültetne a köveseket, Miről beszél a drábik? Már megint. Miről beszél? Hát például Stephen Knight-ról beszélek, aki megírta a ban és Angliában ez egy óriási, évekig tartó óriási botrányos ügy volt, hogy igenis, Bizony, Angliában csak szabadkönyvesek lehetnek a bírók. És hogyha egy szabadkönyves leadja a maga jelbeszédével a bírónak a jelzést, mint vádlott, akkor már a bíró nem ítélheti el, csak felmentheti. Ennek a, ez egy dokumentum kötet volt 1984-ben, Stephen Knight adta ki, és megmondták neki, hogy ne írja meg a második kötetet, és ő írta tovább, de elmenekült Angliából, Latin Amerikába, de ott is megölték, meghalt. Na most ezt csak azért mondom, hogy a persze, elég, elég a bíróságnál a szabadkömes hálózatoknak az emberei legyenek. Ott nem is kell, hogy azok a bírók szabadkönyvesek legyenek, csak meg legyen a megfelelő befolyás. És akkor már egy bíróság a pénzhatalmi világrét, tehát a szervezet magánhatalom szájíze szerint tudja befolyásolni egy országnak a működését. Még akkor is, ha annak egy demokratikusan választott, elmozdítható, felelősségre vonható kormánya van. És a szervezet magánhatalom pedig ezzel pont az a baj, hogy hogy a szervezet magánhatalom a magánvagyonon nyugszik. Azon nyugszik, hogy egy szűk réteg birtokolja a világ pénzrendszerét, és az automatikusan százmilliárdokkal gazdagítja minden évben, anélkül, hogy bármilyen értéket ez a társaság előállítana. Tehát nő a hatalma. Itt erről van szó, és, és erről a hatalomról van szó, amikor, amikor óriási küzdelem folyik, azon a címen is, az, 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 az emberiség többségének az érdekeilen, hogy most mi a populizmus ellen harcolunk. Na most akkor mi ellen harcol a populizmus? Vagy harcol-e valami ellen a populizmus, vagy pedig csak a széles néptömegek igényeit akarja kielégíteni, vagy látszólagosan kielégíteni, hiszen a legtöbb vád, amit, amit kap anyakába a populista a politikus, az az, hogy ő csak a látszatra igyekszik, ugye, hogy ő ígéretekkel, fölméri, fölméri különféle közvéleménykutatóintézeteken keresztül, és így tovább leteszteli a közhangulatot, majd hangzatos ígéretekkel megígér mindent a széles néptömegeknek, aztán egészen más csinál. Tehát a demagógiával és az elit kapcsolják elsősorban össze a populizmust. De hogyha a populizmust, mint ideológiát közelítjük meg, mi ellen harcol a populizmus, akkor tulajdonképpen egy ilyen Don Quixote-i harcot ha, ö, folytat a pénzhatalmi világ szerint a te értelmezésedben? Tehát, hogy a populizmus, hiszen tehát van, 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 van baloldali populizmus, és van jobboldali populizmus is. Ugye nem egyenlő a konzervativizmussal, vagy a nacionalizmussal a populizmus, hiszen különféle irányzatai vannak, politikailag is. Tehát hova, hogyan, hogyan lehetne a pozitívumait és a negatívumait felsorolni a, a, a populizmusnak? Valóban van baloldali, hát a, 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 az, hogy van baloldali, az szinte Természetesnek kell venni, mert ugye a, 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 én ezeket elavult dolgoknak tartom a jobb oldalra, de még mindig benne van a közbeszédben, tehát csak annyit, hogy a, a, a baloldalnak szinte kötelessége lenne, hogy az alulmaradottaknak, a hátrányos helyzetűeknek, a gyengébbeknek legyen a szociális védelmezője. Tehát ilyen, ilyen értelemben... Sőt, hát ez maga a baloldal igen, lényege. Igen, ez. igen. Na most a, 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 a jobboldali populizmus, az, az meg viszont ugye nemzetbe gondolkodik, és, és, és valójában azt akarja megakadályozni, mert a baloldali populizmus nem nagyon érdekli, hogy van-e nemzetállam, nincs. A, a, a jobboldali ez viszont nagyon, mert a jobboldali ahhoz kötődik, hogy bizonyos alapvető érdekeket és értékeket nem lehet megőrizni, ha nem őrizzük meg a családot, mint, mint, mint erős, szilárd, természetes közösséget, és nem őrizzük meg a nemzetet, a nagyobb családot, mint természetes, erős és szilárd közösséget, és ezért. Tehát más az iránya a kettőnek. Tehát a, a, a jobboldali populizmus az inkább működik együtt a nacionalizmussal. Ezzel szemben a baloldali populizmus az nyugodtan lehet internacionalista. Hát végeredményben a, a szociáldemokrata pártok, sőt a kommunista pártok is annak idején ugye e, azt lehet mondani, hogy bizonyos, legalábbis szavakban ugye a, a, a fölvállalták mindazt, ami, ami a baloldali populizmushoz kapcsolható. Erre ezt tudom mondani. Uh -huh. uh, és akkor uh, hogyan lehetne megadni a kritikáját a populizmusnak? Tehát mi az, amit... Nem jól csinál, mi az, ami a negatívum a populizmusban, mi az, amit, amit, amitől el kellene választani a populizmust. Illetve, ugye azt mondtad, hogy ez soron ugyanaz, mint a demokrácia. Nem véletlen azért, hogy ez két külön szó. Oké, okay, hogy igen, a nép az görögül, démosz latinul populus. Az ebből képzett szavak, az demokrácia, illetve populizmus. Én azért mégsem tennék egyenlőségi lehet a kettő közé. De persze, hogy nem lehet, ugyanis amikor valaki rámondják most például itt Magyarországon, hogy ez populista, az alatt azt is értik, hogy ez beszél erről, meg arról, meg amarról, hogy ez a nép érdeke. Hát, Na, és mi, mi, az, mi, a biztosíték hogy az a nép érdeke? Hát ha egészen más a nép érdeke. Ugye? Tehát, igen, erről van szó, igen, hogy ez, sokszor megtévesztést gondolunk ez, meg ez, a ez, az egyik, meg aztán ugye tényleg valóban sokan a populizmust összekeverik a demagógiával. Mert a, a demagógia csak annyiban, hogy a demagógiával tényleg lehet Megszédíteni embereket. De a demagógia abban lényegesen különbözik a populizmus, hogy a demagóg azt tudja, hogy hazudik. Azt tudja, hogy olyan ígéretet tesz, amit nem lehet betartani. A populistában ez nem így van, de a populizmusal is ez a probléma, hogy, 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 a, hogy azt nagyon okosan kell megválasztani, hogy valóban mi. Ott a, a tömegeknek az érdeke. Meg egyáltalán mi az, hogy tömeg? Meg mi az, hogy nép? Mert ezért van az, hogy, hogy ha nagyon konkrétan megnézzük a, 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 a különböző nemzeti populizmusokat, mind különbözik egymástól, de még egy adott nemzeten belül is vannak ilyen részpopulizmusok, mert, mert különböző minden esetre a populizmusnak a lényege, hogy az alulról jön. Az alulról jön. És és ott még van szava az egyszerű embernek, akinek nincs vagyona, akinek nincs magán vagyonon alapuló befolyása. tehát tehát a populizmus ennyiben érinti az egyszerű, mondjuk, hogy átlagembereket. A demokrácia az meg már egy politikai rendszer az többennél, mert a, demokráciában adott esetben a populizmus, mint tart. A demokráciában, mint formában megjelenhet a populizmus, mint tartalom. Mert van teljesen kiüresedett demokrácia, és, 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 van, és van elit demokrácia is. János, köszönöm szépen a beszélgetés, és lejárt a műsoridőnk. A jövő héten innen folytatjuk, hiszen ez egy óriási téma, és beszélnünk kell még nagyon sok vonatkozásáról. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, és jó időtöltés, tartsanak velünk a jövő héten, és nézzenek bennünket. Most búcsúzik az Enigma a viszontlátásra.